Sziasztok! Makranci Zalán vagyok. Sziasztok! Én pedig Szinetár Dóra. Mesélünk nektek a Petszon és Findus sorozatból. Merre van Petszon? Findus a kandúr a kunyhójában ült, és egy rajzot szorongatott a kezében. Úgy érezte, egészen jól sikerült. Oda kellene adni a Petszonnak. Petszon! Kiáltotta. Van egy meglepetésem számodra. Az öreg azonban nem felelt. Biztosan valahol máshol van. Petszon! Harsant a kiáltás a kert végéből. A kandúr lemászott a kunyhóból. Petszon! A műhelyben vagy? Kurjantotta. Oda szaladt. Az öreg korábban ott dolgozott, biztosan furfaragéppen. Noha Findus az ajtót nyitva találta, senkit sem látott odabent. Úgy tűnt, Petszon itt volt korábban, és belefogott valamibe. Petszon! Kiáltotta Findus újra. Petszon! Hangzott egy rikoltás a kert másik végéből. Findus odarohant. Néhány tyúk üldögélt az asztalnál, kávét kortyolgattak, és eszegettek. Láttátok Petszont? Kérdezte tőlük a kandúr. Igen. Már jó néhányszor, felelték a tyúkok. Úgy értettem, hogy ma, mondta Findus. Ma? Milyen nap is van ma? Tudakolta Prillán a tyúkok vezére. Nem tudom, de láttad őt ma? Kérdezte újra Findus, immár kissé bosszúsan. Talán nem. Talán igen, válaszolta Prillán, és tovább falatozott. Jaj, nyögött fel Findus. Ti még azt sem tudjátok, merre van a hátra, meg az előre. Egy kis mukla óvatosan haladt Findus felé, miközben valami furcsa dolgot egyensúlyozott a fején. Nézd, mit találtam! Hát nem szép? Kérdezte rögtön. Mi ez a fejeden? Érdeklődött a kandúr. Nem tudom, de ugye jól áll? Faggatta tovább Findus a mukla. A műhelyben találtam. Nagyon jól áll, de ezt nem hozhatod el csak úgy. Ez Petszoné. Lehet, hogy éppen ezt keresi, mondta neki Findus. Majd visszakapja, ha már végeztem. Talán szombaton. Felelte a mukla, és elrohant. A kandúr ezután egy öreg kertész muklába botlott, aki épp gerebjézett. Morcosan pillantott Findusra. Figyelj csak, Findus! Mondd meg az öregnek, hogy régen sokkal jobban festett a kert. Most mindent felvet a gaz, és teli van szeméttel. Megmondanám neki, de nem tudom, hol van, felelte Findus. Láttad őt már, mint ma? Nem láttam, dünnyögte a kertész mukla. De itt kellene lennie, hogy elpakolja a kacatjait, locsoljon és kigazoljon. Az öreg nem valami rendszerető ember. Egy tehén állt a kerítés túloldalán, és Findusra bámult. A kandúr felugrott hozzá a palánk tetejére. Szia! Láttad ma Petszont? Kérdezte tőle. Felelte a tehén. Hogy érted, hogy tudakolt a Findus. Ez igent vagy nemet jelent? A második mese a majom mamája. Ez egy kígyó. A mamám nem olyan, mint egy faág, s nem csúszkál mérgesen sziszegve rád, fészkeket sem támad meg hangtalan, s különben is sokkal több lába van. Szóval a probléma itt most a láb. Így minden világos. Gyerünk tovább. Nem ő az. Ez itt egy pók. A mamám sosem csíp és nem is dagadt. Lába sincs ilyen sok, csak 4 darab. Gyümölcsöt majszolgat, és nem legyet, s odafönt lakik, a lombok felett. Ezt miért nem mondtad az elején? Ismerek ilyet a fa tetején. Nem ő az! Ez papagáj! A mamán nincsen csőr, hanem csak orr. Soha nem rikácsol, s nem karattyol, nincs rajta se karom, se toll, se szárny, s nem repül, hanem csak ugrál a fán. Azt mondod, ugrálni nagyon szeret? Akkor már sejtem, hogy melyik lehet. Nem ő az!
Ez egy béka! Pillangó, ez biztos vicces neked, de mama nem zöld és nem is brekeg. Nincs rajta semmilyen nyálkás ruha, bundát hord. S ha ölel, finom, puha. Bundát? Miért nem mondtad már hamarabb? Ott lóg egy bundás a lombok alatt. Nem ő az! Ez denevér! A mama lefelé nem lóg soha, s nem alszik annyit, mint egy mormota. Mondtam, hogy nincs szárnya se egyáltalán, s nem ilyen kicsike az én mamám. Nem kicsi, nincs szárnya, való igaz. Akkor már gyanítom, ki lehet az. Nem! Ez megint az elefánt! Pillangó, hogy lehetsz ennyire vak? Ezek rám nem is hasonlítanak. Nem mondtad azt, hogy hasonlítottok? Hát persze, meg gondoltam, hogy úgy is tudod. Hogy tudnám? Mi nálunk a gyerekek kiskorban teljesen másmilyenek. De ha a mamád olyan, mint te vagy, akkor megtaláljuk egy perc alatt. Nem ő az. Ő a papám. Gyere csak, majmocskám, megyünk haza. Késő van, otthon már vár a... Mama!